Sziasztok! Ebben a mai videóban a garázsnak az új lakóját szeretném nektek bemutatni. Ez pedig a MacPo X3 Pro lézergravírozó, illetve lézervágó gép. Ő neki a segítségével fogok én megismerkedni a lézergravírozásnak a világával, úgyhogy ha érdekel a téma, akkor tartsatok velem. Nos, röviden összefoglalva, hogy hogyan is került ez a gép a tulajdonomba, illetve ide a garázsba. Amikor megvettem a 3D nyomtatómat, akkor utána kicsivel elkezdtem én nézegetni, hogy ez a lézergravírozás is egy érdekes téma, és a Creality nyomtatókra lehet kapni egy lézergravírozó fejet, amit magára a nyomtató fej helyére lehet felhelyezni, és azzal lehet nyomtatni. Gondolkodtam is benne, hogy beszerzek egy ilyet, ugyanakkor elég sok pepecselésnek tűnt igazából, hogy mindig a fejet levegyem, kicseréljem lézergravírozóra, illetve maga a nyomtató tér mérete is limitálja azt a felhasználható felületet, amit az biztosítani tudott volna. Úgyhogy ezt jegeltem is, ezt a kérdést, igazából a prioritási listámnak a hátuljára került ez a dolog. De mit ad Isten, a Geekbuying-tól megkerestek, hogy szeretnék, ha kipróbálnám ezt a lézergravírozó gépet, és akkor eljuttatnák ezt hozzám, és annyit kell tennem, hogy bemutatom ezt itt nektek, és zicser lett volna kihagyni, úgyhogy úgy gondoltam, hogy küldjék el, és nézzük meg, hogy mit tud. Én, mint teljesen laikus, hozzá nem értő ember a nulláról, mit is tudok kihozni ebből a ketyeréből. Alapvetően a nyomtatóról annyit kell tudni, hogy ez egy 10 wattos lézer fejjel rendelkező nyomtató, aminek 41x40 centis a munkaterülete, alumínium vázzal rendelkezik, és ami miatt pro ez a nyomtató, az, hogy egy légbefúvással is rendelkezik, ami a nyomtatási minőséget hivatott javítani. A nyomtatóhoz kaptam még egy mélysejtrácsos lapot, amivel a lézervágást tudjuk segíteni, illetve biztonságosabbá tenni, megvédeni az asztalt. Ez egy 40x40-es méretű mélysejtrács, és ez alatt van még egy alumínium lap, ez is a mélysejtráccsal együtt érkezett. Ez ugye a kicsapódó szikráktól óvja meg a felületet, illetve az alumínium lap az ugye nagyobb hőelvezető képességgel rendelkezik, így megvédi az alatta lévő bútort, vagy amit használjuk. Összességében az összeszerelés egy fél órát vett nekem igénybe, ez a nulláról. Úgy értsétek ezt, hogy ahogy kibontottam és elővettem a használat útmutatót, onnantól kezdve ez fél órát vett igénybe. A használati útmutatóban az összeszerelési útmutató az elég jó. Egy-két varga betű volt benne. Az egyik az például az, hogy itt a szíjfeszítő csavar alá elfelejtettem betenni az alátétet, így ezt a szíjat nem tudtam megfogatni rendesen, és ez igazából nincs jelölve magán a használati útmutatón, hanem csak oda van írva, én nem voltam elég figyelmes, nem olvastam el, tehát ilyenekbe futottam bele. Magához a nyomtatóhoz adnak még egy ilyen technikaórás csavarhúzót is, ezzel került összeszerelésre, nyilván mindenki használhatja azt a csavarhúzót, amit ő esetleg használ, vagy szeret, vagy akármi. Jár hozzá még egy védőszemüveg, illetve jár hozzá egy úgymond fókuszáló kártya. Ez egy fix fókuszú lézeregység, ami benne van. A gravírozandó tárgyat és a dióda közti távolságot azt nekünk kell beállítanunk, ezt pedig ezzel a távtartó kártyával tudjuk megtenni. Tehát ezt rátesszük erre a felületre, itt oldalt rögzítő csavart meglazítjuk, ezzel gyakorlatilag fixálni is tudjuk, és így be van állítva a megfelelő távolság a lézerdióda és a munkaanyagunk között. Kicsit utána olvasgatva az interneten, arra rájöttem, hogy ez már egy upgrade-elt verzió, mégpedig olyan szinten upgrade-elt, a régebbi verziónál egy másik pumpa volt, ez egy erősebb pumpa, amit kapunk hozzá, illetve sok review-ban úgymond kifogásolták a levegőcsőnek a minőségét, illetve azt, hogy nem volt elég rugalmas,
ez egy tök jó rugalmas cső, tehát ez sincsen útba. A kábel menedzsmentet azt ilyen technikaórásan lehet megoldani kábelkötegelőkkel, adnak is hozzá néhányat, én még azért pluszban néhányat felhasználtam, de teljesen jól megoldható. És ami még upgrade, hogy ez már egy wifi-vel is rendelkezik, illetve a wifi antenna is itt van már rajta, tehát vezeték nélküli kapcsolattal is tudunk gyakorlatilag nyomtatni vele. A nyomtató fő egységéről mondanék még néhány szót, ugyanis van néhány ilyen extra feature benne, úgymond, amit kiemeltek a gyártónál. Az egyik az ez a zár, ami azért fontos és hasznos, mivel ez azért bár sokak számára játéknak tűnik, de ez nem játék, tehát ez egy elég veszélyes üzem egy ilyet használni, úgyhogy kellő odafigyeléssel és körültekintéssel kell ezzel kapcsolatban lenni. Nem véletlenül adnak hozzá védőszemüveget, és felhívják a figyelmet a használati útmutatóba, a weboldalon, mindenhol, hogy ne hagyjuk őrizetlenül a gépet, amiközben gravírozunk vagy vágunk vele. Illetve a hátuljára ide kapott egy lángérzékelőt, hogyha a nagy hőterhelés miatt a munkaanyagunk lángot kapna, akkor ez elkezd riasztani, hogyha ha be van kapcsolva, ez kikapcsolható, bekapcsolható. Ezt a kapcsolót egyébként lehetett volna szerintem valahova máshová tenni. A tetején van egy biztonsági leállító gombunk, ami megint csak egy ilyen biztonsági funkció, illetve itt találunk fent egy microSD kártya helyett, egy USB portot, illetve magát a tápegységnek a dugalját. Ezeket én kicsit ergonomikusabban máshova helyeztem volna, ugyanis ha itt beledugosgatjuk a dolgokat, akkor ezek itt kilógnak, és itt rógnak a kanócok jobbra-balra. Én ezt valahogy lehet, hogy szebben oldottam volna meg, de nagyjából ennyi. Maga a konstrukció az kellően masszív, masszív alumínium profilokból van összeépítve, úgyhogy ez teljesen jó. Mint említettem, a géphez jár egy védőszemüveg, illetve a gépnek a lézer fején van külön egy ugyanilyen anyagból készült védőplexi, illetve egy ilyen shield-szerűség, ami azt hivatott megakadályozni, hogy az esetleg visszaverődő fény, illetve lézer nyalábok azok ne károsítsák a szemünket. Erre nagyon figyelni kell, hogy ez legyen rajta az emberen, mert tényleg ezzel komoly károsodást lehet okozni, hogyha úgy néz bele az ember, hogy nincsen védve a szeme. Érdemes rávenni egyébként, lehet egy ilyen zárt, úgymond gravírozó teret, úgy, mint a nyomtatóknál zárt nyomtató teret, erre egy ilyen gravírozó teret kapni, ami ugyanilyen színű anyagból van, tehát megszűri azokat a káros sugarakat, ami esetleg a gépből kijöhet. Továbbá azt el szeretném mondani, illetve meg szeretném jegyezni, hogy ez nem hálószobában, nappaliba való. Tehát ezt mindenféleképpen olyan helyre érdemes beszerezni, ahol a megfelelő szellőztetés és elszívás az megoldható. Ide is még egy elszívó berendezést fogok beszerelni, ugyanis ez azért elég nagy füsttel járhat, illetve olyan gázok szabadulhatnak fel a bizonyos anyagoknak a nyomtatásakor, ami nem jó az embernek. Úgyhogy mindenféleképpen ki kell szellőztetni ezt valamerre, úgyhogy ez majd egy elszívóval még el lesz látva. A zárt térnek, amit lehet hozzá kapni, annak az az egyik előnye, hogy ez rendelkezik is ilyen elszívó csatlakozással, tehát arra direktbe rá lehet kötni egy csövet, és akkor ki lehet vezetni a képződő gázokat, gőzöket, füstöket. Nos, mint mondtam, én teljesen zöldfülűként vágtam ebbe is bele, mint a 3D nyomtatásba, de engem nagyon vonzanak az ilyen technikai dolgok, úgyhogy nagyon szívesen pepecselek ilyenekkel. És a alkalmazható szoftverek köréből én megnéztem jó párat, de úgy döntöttem, hogy a Lightburn nevezetű szoftvert fogom választani. Ez egy fizetős szoftver, van egy próbaverziója, ami 30 napos, de mindenképpen úgy gondolom, hogy érdemes ezt használni, és érdemes rászánni a pénzt, hogyha már valaki ilyennel kezd el foglalkozni, mert ez egy eléggé
mély és jól paraméterezhető szoftver, eléggé nagy támogatottsággal rendelkezik. Mindenféle probléma nélkül, ahogy rádugtam az USB-re, felismerte a nyomtatót. Windows 10-es gépen nem is kell hozzá külön driver telepíteni, automatikusan felismerte, úgyhogy ebből a szempontból ez ilyen teljesen zökkenőmentesen működött a dolog. És akkor, ha már itt járunk, hogy tanuljuk a lézergravírozást, akkor érdemes megemlíteni, hogy minden anyagra történő gravírozás az más és más, tehát az anyag típustól függ, ezért mindenhol azt javasolják, hogy ilyen tesztkártyákat készítsünk. Ezeket a Lightburn-ben tök egyszerűen létre lehet hozni. Ennek az a lényege, hogy az egyik tengelyen a sebesség, a másik tengelyen pedig az erősségét látjuk a lézernek. Ezeknek a kombinációjával lehet azt elérni, illetve beállítani, hogy egy adott anyagon milyen mély, milyen sötét helyet hagyjon, tehát hogy milyen mélyen gravírozzunk tulajdonképpen. Minden egyes ilyen új anyagnál én javaslom, hogy érdemes létrehozni ilyen tesztkártyát. Hogyha ezeket beállítottuk, akkor utána lehet szerintem majd neki látni igazából a nyomtatásnak, akkor tudjuk, hogy mondjuk egy ilyen 3 mm-es, ez egy ilyen 3 mm-es rétegelt lemez, erre hogyan fog kinézni a dolog, és akkor mutatnám is az első produktumot, egy ilyen kis söralátét lett a saját csatornámnak a logójával, úgyhogy ez gyakorlatilag így néz ki. Ez szerintem egész jól sikerült, ez volt az első ilyen produktum, amit sikerült legyártani vele. Mint említettem, ez a 10 wattos lézer, ez nem csak gravírozni, hanem vágni is tud. Erre vonatkozólag is csináltam tesztet, őt itt láthatjátok. Ugyanakkor nekem ez a lézervágás dolog, ez annyira nem szempont, tehát ezen nincs annyira fókusz nálam. Én gravírozni szeretnék majd egy-két dolgot, ilyen jellegű projektjeim vannak úgymond a fejemben. Ami a Lightburn, illetve magával a lézernyomtatással, vagy lézergravírozással kapcsolatban egy kicsit fejtörést okozott, az a megfelelő pozíció megtalálása. Tehát, hogy hova is helyezzük magát az anyagot, amire nyomtatni szeretnénk. Ez a nyomtató rendelkezik egyébként végállás kapcsolókkal, ami azt jelenti, hogy van home funkciója, tehát haza tudjuk teljesen küldeni a nyomtatót, és akkor ő hazatalál, és akkor tudja, hogy melyik pozícióban van. Ugyanakkor, ha megnézzük, akkor ez a mélysejtrácsos lap, ez jobbra-balra tud mozogni ebben a keretben. Ez előrevetíti azt a problémát, hogy ezt ha valahova beállítjuk, attól függetlenül ezt még el tudom innen mozdítani. Én mindenképpen szeretnék majd ehhez valamiképpen csinálni, valószínűleg 3D nyomtatóval fogok nyomtatni ide valamilyen távtartókat a lábak alá, ide, hogy fixen egy ponton maradjon ez, és onnantól kezdve egy kicsit könnyebb lesz majd pozícionálni magát a munkadarabot az asztalon. De amíg ez nem történik meg, addig láttam egy jó kis trükköt az egyik youtubertől, és én ezt alkalmaztam. Ennél a kis pohárralátétnél. Mégpedig azt, hogy Lightburn-be csináltam egyszerűen egy kör alakzatot. A kör alakzatot azt a lézergravírozóval az adott ponton egy ilyen kartonlapra rágravíroztattam, és aztán ugyanerre a pozícióra helyeztem rá magát a mintadarabot, vagy a munkadarabot, és így már ebbe a pozícióba akárhányszor meg tudom ismételni ezt a nyomtatást, illetve ezt a gravírozást. Következő dolog, amit kipróbáltam, az a bőrre történő gravírozás volt. Ez is nagyon szépen sikerült, és itt is látszik, hogy ahol vékonyabb volt a bőr, ott sikerült is átvágni. Nyilván ez beállításoktól függ, de egyébként maga ez a
ez a gravírozás szerintem nagyon, nagyon szépen sikerült. A következő, ami egy kicsit már komolyabb történet volt, és jobban igénybe vette úgymond a nyomtatónak a határait, az nem volt más, mint egy ilyen régi csempe, amit itt találtam a ház körül, egy pár darabot, és erre is nyomtattam, illetve gravíroztam egy ilyen teszt gravírozást, hogy milyen beállításokkal lesz a legjobb a munka, illetve hogy mi az a beállítás, ami a számomra megfelelő eredményt fogja majd hozni. És azt kell mondanom, hogy tök jól megbirkózott ezzel a feladattal. Itt látszik ez megint csak a csatornának a logója, hogy teljesen jól belemarta a kemény metlakiba, vagy ilyen régi csempébe az adott mintát. És nagyon sok helyen láttam ezt a mostanában divatos, trendi pohárral átétet, ami palából készül, és mivel éppen a Lidl-ben jártam, megakadt rajta a szemem, úgyhogy be is vásároltam belőle pár darabot, és erre is kipróbáltam. Megkértem Kiskolost, a Puszta Podcast csatornának az oszlopos tagját, illetve megalkotóját, hogy küldje már át a logójukat, mert akkor nekik is csinálnék néhány pohárral átétet, és itt láthatjátok a Puszta Podcastos pohárral átétet, úgyhogy erre is teljesen jól lehet karistolni. A következő, ami szintén egy elég érdekes téma, illetve kritikus téma ezekkel a gravírozókkal kapcsolatosan, hogy vajon fémre lehet-e vele gravírozni. Igazából alumíniumra azt írják, hogy nem lehet ezekkel. Eloxált alumíniumról le tudja kapni az eloxált réteget, illetve a festéket, porfestést. Sajnos ezt még nem sikerült kipróbálnom, rendeltem pár bringás cuccot, amire szeretnék majd gravírozni, de ezek a teszt idejéig nem értek ide. Viszont van itt egy ilyen hevenyészet dobókés, és ennek a pengéjébe gondoltam, hogy akkor gravírozzunk valamit, úgyhogy ebbe is a saját logómat sikerült belekaristolni, és teljesen jól megmaradt, dörzsölésre sem jön le. Ez nyilván egy lassabb folyamat, és ez maximális erővel kellett, hogy megtolja a lézer, de simán elbánt vele, és teljesen jól, és jó minőségben is sikerült ezt megoldani. Ugyanakkor nem akartam, hogy az ilyen porfestett, festett fémfelületek ne kerüljenek bele a tesztbe. Van egy-két anyag, ami nem annyira érdekelt engem, például az akril, meg az üveg, meg ilyesmi, de ez a porfestett alumínium, meg a porfestett fém, illetve festett fém, ez kifejezetten érdekelt, hogy hogyan tudna működni. Úgyhogy a legegyszerűbb módot választottam, konzervdoboz tető, konzervüvegnek a teteje, erre is itt látható, hogy gravíroztam egy mintát, egy tesztet, hogy miképpen fog ez kinézni. A legalsó rész az már 100%-osan van, illetve így mutatva a legalsó rész, az 100%-osan van, és itt már látszik, hogy ez már annyira durva volt, hogy a másik oldalt is eléggé megsínlette az anyag. És miután ez megtörtént, úgy gondoltam, hogy csináljunk egy kupakra egy ilyen bringás tematikájú mintát, ami szerintem kiválóan sikerült, és teljesen jól néz ki. Pont annyira kapta le az anyagot, amennyire kell, nem mosódik el, teljesen jó. Még az ilyen apró részletek, nem tudom, hogy mennyire látszanak, hogy ez így a mintán kívül is ilyen apró vonalkák vannak rajta, úgyhogy teljesen elégedett voltam ezzel is. És akkor gondolkoztam rajta, hogy mind lehetne még megnézni, hogy mire lehetne még ezt használni.
feszegessük egy kicsit a határait. És akkor elmentem inkább egy gyengédebb irányba, mégpedig textilre történő gravírozással próbálkoztam. Farmerre szoktak ugye ilyen lézerrel mintákat felvinni. Ez viszont egy teljesen egyszerű pamut póló, és ebbe is egy ilyen bringás mintát, ez egy ingyenesen letölthető bringás minta, nem tudom mennyire látszik, egészen részletgazdag. Itt tulajdonképpen az történik, hogy magát az anyagba vitt festéket vesszük ki alapvetően, illetve az anyagot távolítjuk el. Tehát itt arra kell vigyázni, hogy tényleg csak annyira erősen csináljuk, vagy annyira gyengén csináljuk inkább, hogy magát az anyagnak a struktúráját ne sértsük meg. Itt ezzel kapcsolatban a minta, amivel elkezdtem dolgozni, az már nincsen meg, de ott látszik, hogy ott nagyon sok helyen szétfoszlott, illetve nagyon sok helyen átégett, úgymond az anyag. Hát ezt úgy kell nézni, hogy ez mindenféleképpen ilyen sötétebb anyagra érdemes csinálni, és ez olyan, mintha kint hagynád egy évig a napon, a nyári napon, és kiszívná magát a színét, úgyhogy ez így néz ki. Viszont ez nem fog elmosódni, ez nem fog belőle kikopni, úgyhogy ez egész jól benne fog maradni. Úgyhogy összességében ezt tudja ez a MacPow X3 Pro lézergravírozó. Hogyha tetszik és szeretnéd megvásárolni, akkor a leírásban benne lesznek majd a linkek, amin ezt megteheted. A Geekbuying oldalán egyéb más kiegészítőket is lehet hozzá vásárolni. Úgyhogy ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!